Sziasztok! Üdvözöllek titeket a világ legszerencsétlenebb embernek a live-jában. Folytatjuk a Harvest Island-et, amit nagyjából egy két hete kezdtem el. Hát nem ez volt a mai napra a terv, de ha már így alakult, akkor hát, ha most megmutatja magát ez a horror játék, meglátjuk. Csapó 3, igen, most már ez csak Twitch-re megy, úgyhogy remélhetőleg nem lesznek problémák. Aki esetleg nem értené, mert lemaradt, ugye... Az elmúlt fél órában kettő streamet indítottam, már Minecraftozni akartam eredetileg. Ha esetleg nem láttátok az előző streamet ebből a játékból, ez egy ilyen horror Stardew Valley játék. Isteneknek kell áldoznunk mindenféle jóságot, és a két testvérnek az örökös vitájáról szól nagyjából. Más videós is befejezte. Hát akkor igen, gondoltam, hogy akkor ma a YouTube az így megunta. Lehet, hogy egyébként pont ez a probléma, hogy most lazított a Twitch, mindenki elkezdett YouTube-ra is streamelni, és összerogytak, fostak a szerverek. Na mindegy. Szóval, ugye a Faterrel kellene majd beszélni, és egy kicsit nekem is egyébként még itt vissza kell rázódni, viszont játszottam videón kívül egy kicsit a játékkal, és gyűjtögettem, hogy mindent le tudjunk magunknak craftolgatni, szóval így jó lesz szerintem. Mert ugye az volt így az előző streamben leginkább, hogy folyamatosan mentem és gyűjtögettem, úgyhogy most ennek így elébe mentem, úgyhogy el is kezdem szerintem itt gyorsan a dolgokat. Szóval, mit tudnék lecraftolni, nézzük csak. Mi az, ami nekünk hasznos lenne. Fishing netet készítettem, tehát azt használtuk. És talán amink nem volt, az a crab net. Úgyhogy én egy ilyet lehet, hogy csinálnék magamnak. Mert így most már rákokat is tudunk fogni. Egy darab szerintem ebből bőven elég, nem hiszem, hogy többet kellene majd csinálnunk. És voltak még itt upgrade-ek is, úgyhogy azokat is gyorsan megcsinálom. Van a rucksack upgrade. Illetve van chest upgrade, amúgy lehet, hogy a chest upgrade-et is megcsinálhatnánk. Szia, miről szól a játék? Eddig, ami történt, szia-szia! Igazából ez egy olyan játék, aminek még a sztoria most fog majd szerintem kibontakozni igazán. Két gyermek él az apukájával egy kis szigeten, és más emberekkel még nem találkoztunk. Voltak ilyen creepy dolgok, hogy például találtunk egy táblát, amiről pont úgy voltak lekapargatva a betűk, mint hogyha az lett volna kiírva, hogy halál, meg ilyenek, de hogy a fater megmagyarázta, hogy jó, hogy nem kell félni semmitől, de hogy ne menjünk át a folyó túloldalára, úgyhogy ha minden igaz, akkor ez hamarosan egy horror játékká fog majd alakulni. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire lesz ijesztő, ilyesmi, de ilyen levágott fejű szarvasok meg ilyenek voltak a trailerben, szóval én bízok benne, hogy majd a mai streamben már látunk ehhez hasonlót, viszont én most szeretném kiszedegetni itt a wooljaimat meg ilyeneket, és akkor szerintem az kell nekünk az upgrade-ekhez. Azt még így gyorsan megcsinálnám, mert csak könnyebb dolgunk lesz, hogyha ezek megvannak. Mim nincsen hozzá upgrade. I don't have enough stuff to make this. Wormsből van egy csomunk, de én a chest upgrade-et iron-t nem szedtem ki. Jó, akkor még a vasokat is kiszedem. Illetve majd szeretném jobban felfedezni itt a területet, mert szerintem azért az előző streamben nem jártuk be annyira. Jó, kiszedtem még azt a 42 vasat, amit szedtem, és akkor meg tudom csinálni a chest upgrade-et is. És most már sokkal több minden fog a ládámba férni. Jó, hogy jöttem Twitch-re. Úgyhogy ilyen chilles horror. Igen. Nincs harcbaugrós izé, nincsen jumpscare benne szerintem. Tehát ez inkább ilyen... Ez a nyomasztó horror. Mint a jumpscare-es Five Nights at Freddy's-es arcodba üvöltős dolog. Jó, rucksack-et is. Aztán egyébként ezt is upgrade-elhetnék. Nem tudjuk meg, hogy az majd még string kell. Akkor viszont ez ennyike. De hogyha jól láttam, volt még itt egy olyan, hogy field upgrade. Úgyhogy lehet, hogy ezt is megcsinálhatnánk, csak ehhez is valami még kelleni fog. Még vissza kell rázódnom, bocsánat, az irányításba. Logból, de logból elegünk van. Staminából nincsen elegünk. Staminából nincsen elegünk kb. Csak hát akkor alszunk egyet, és akkor azzal megoldjuk ezt a problémát. Remélhetőleg már tudunk aludni. Sleep. Nem vagyok még álmos, akkor csak pihikéljünk. Akkor csak félszemmel nézem. Nem hiszem egyébként, hogy ijesztő lesz. De például ilyenek vannak benne, hogy ugye kell stamina, meg kell áldáshoz, hogy tudjunk craftolni, és ilyen nyilván azt az áldozásokkal tudjuk megtenni. Jobbulást, Patrícia! És akkor most itt növekedni fog. Ó, növekedett a farmunk. Mindig YouTube-on nézek live-ot, de most végre egyszer itt vagyok Twitch-en is. Mondom, az lesz majd a terv, hogy
minden stream ki fog menni YouTube-ra is, csak más-más csatornára, tehát így felváltva vagy a fő csatornára, vagy a Doggy Andy streamekre. Hogy döntessetek, hogy melyiken kényelmesebb nézni a streameket. De most így egyébként tök jó, mert így akkor Twitch-en is egy kicsit aktívabb tudok lenni. Természetesen mind a két chatet ugyanúgy fogom nézni. Igen, ez lenne az első termény, amit kiszedtünk. Nagyon-nagyon finom dolgokat fogunk ebből készíteni. Hallottál már a krumpli szörnyetegről? Micsoda a krumpli szörnyeteg? az, amikor a hasad elkezd fájni a krumplitól. Van például redis szörnyeteg is, répa szörnyeteg, és még hagyom a szörnyeteg is. Nem szeretném, hogy fájjon a hasam. Csak annyit kell mondanod, hogy okos vagyok, és aztán el fognak tűnni a szörnyetegek. Most megpróbáltál engem átverni? Nincsen is krumpli szörnyeteg. De lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Csak ezt akkor fogod ki... Csak akkor fogsz rájönni, hogy eszel egy krumplit. Akkor te is eszel egy krumplit. Mondd azt, hogy okos vagyok. Nem, ezt sose fogom mondani. Te vagy a krumpli szörnyeteg. Nem akarja a kisjány. Nem ad nekünk igazat. Ó, még egy csigát is sikerült kiszedni a beteményesből. Ennek most örülök, mert a csiga hasznos lehet majd nekünk, de az életben rosszul lennék tőlük, mert tavasszal nagyon sok mindent felzabáltak nálunk sajnos a csigák. Jó, megkaptunk egy trófeát, a leges-legelső harvestet, mert hogy ez is ugye egy küldetés volt, hogyha emlékeztek itt a journalben, és nézzük akkor milyen küldetések vannak, ugye ezeket csináltuk meg, és amiket még kell csinálnunk, meg kell javítanunk a hidat. Ki kell nyitnunk az ajtót, amit találtunk, illetve van egy szórakoztatásos témánk, mégpedig az, hogy almát kell szednünk, illetve meg kell kérdezni apukánkat a gatsztetjükről, ugye ezekről a szobrokról. Nem jutott hirtelen eszembe magyarul a neve. Ez milyen játék? Haliho, Harvest Island a játéknak a neve. Szerintem hasonlít a fiú a játékból Robert Gidára? Talán egy picit. Ilyen az új árk, kell hozzá gép. Nem az árkról volt szó, de igen, egyébként ahhoz is kellene. Most Warzone-ról volt szó. Ezt az upgrade-et vajon meg tudom csinálni? Még ezt is meg tudom, hogyha jól látom, úgyhogy ide is csinálhatnánk. I don't have enough to make... De akkor mink nincsen? 60 per 15... Plankből kellene még egy planket szereznem valahonnan. És akkor itt ezt a fejlesztést is meg tudnánk csinálni. Úgyhogy, jap. De amúgy tervben van, remélhetőleg most az idén már sikerül egy új alaplapot, processzort szereznem ez a számítógéphez, és akkor... Akkor megint futni fog minden szépen, és tudok többet is streamelni mindenféle játékot. Csak ugye gépet kellett cserélnünk, és így a jobb gép az most immunál van. Úgyhogy ő fülét kell rágni azzal, hogy legyen borzon. Jó, találtunk még egy szobrot. Még egy isteni szobrot. Apa, találtunk még egy szobrot az erdőben. Ez azt jelenti, hogy az istenek szeretnék, hogy még több mindent adjunk nekik? Ez csak azt jelenti, hogy ki kell takarítani a földet, úgy még több mindent tudjunk ültetni. Tényleg erről lenne szó? Szerintem igen. Van egy ötletem. Tudnál nekem hozni 5 darab almát? 5 darab almát? Miért van szükséged 5 darab almára? Hamarosan meglátod. Oké. Okay. Hát jó. Túl sokat nem tudtunk meg a fatertől. Úgy látszik. Inkább egy Robert Gide, aki Naruto akar lenni. Igen. Érdekes ez a hajcsi. Tetszik, ilyen Billy frizura amúgy. Abszolút. Azt a mindenit. Inkább, mint a Smallland. Miért? Mi baj volt a Smallland-del? Köszönöm szépen, Szaszabi, a sigítást. Pont oda néztem a chatre, úgyhogy leszpoilereztem magamnak, de nagyon szépen köszönöm. Na, szóval akkor almákat szeretnének az istenek, és én plenket akartam, úgyhogy azért jöttem eredetileg ide. Szia, Szurikáta! És akkor csinálunk deszkát. Úgy pedig akkor ott fönt meg tudom csinálni azt a farm részt. Én ismerem a kérdéjeit, szóval állítom, ja, jó. Én már hozzászoktam, hogy vannak kérdések, amik ponttal vagy semmilyen írás ellen nem végződnek, bocsánat.
Várod a Gáter of Bambant. Én is várom. Nem tudom, mikor jön ki sajnos, mert nincsen még se thriller, se semmi, de várjuk. Váratós. Na, ide vajon mit tudunk ültetni? Szerintem amúgy fákat. És lehet, hogy amúgy ezt kellett volna majd megcsinálni. Igen, most már itt tudok fákat növeszteni. És akkor ide bármilyen fát tudok, vagy ez hogy működik vajon? Azt hiszem a Z-vel, vagy a ezzel, igen. Nincsenek cseresznyemagok nálam. Cseresznyét fogunk ide ültetni, cseresznyefákat. Na, erre kíváncsi vagyok. Viszont alma kell a faternek. Amúgy az állatokat is szerintem elláthatnánk, bár a bariknak a szőrét lenyírtam, hogyha jól látom, az még nem nőtt vissza, viszont nem két kecskénk volt? Mi történt a másik kecskével? Tényleg, mi történt a másik kecskével? Nem szoktak kimenni az óvból. Apa nagyon mérges lesz, amikor meglátja, hogy elveszítettünk egy kecskét. Nagyon-nagyon rosszul néztek ki. Mi történik itt? Így lebuktunk. Már játszottam ezzel a játékkal. Igen, egy ilyen 4 órás streamet letoltam belőle. Nagyjából 2 héttel ezelőtt. YouTube-on vissza tudod nézni, de szerintem még itt Twitch-en is fönt van. Egy kecskét elveszítettünk. Ez nagyon furcsa. Általában bent szoktak maradni. Ez nem az én hibám volt. A kecske megijedt és elszaladt. Tudom, megértem. De kérhetünk egy másik kecskét az istenektől. Ez idő alatt esetleg oda is adhatnád a áldozatainkat az isteneknek. És mi van a másik kecskével? Meg fogjuk őt keresni? Nem hiszem, hogy meg fogjuk őt találni. Talán megkereshetném, lehet, hogy itt van a közelben. Szerintem jobb lenne, hogyha az istenektől kérnénk egy új kecskét. Nem szeretném, hogy elkezdjétek kergetni, mint egy őrült. Sokkal fontosabb lenne az, hogy áldozzatok. De még úgyis be tudom fejezni, hogyha elkezdem keresni a másik kecskét. Ez egyszerű lenne. Nem akarom, hogy túl messzire menjetek a farmról. El fogtok veszni. Már mindent ismerek ezen a szigeten, nem fogunk eltévedni. Nem, a nem azt jelenti, hogy nem. Nem szeretnék erről többet hallani, oké? Okay? Jó. Talán a másik kecske majd visszajön. Szóval igen, amúgy ez a része para a játéknak, hogy a fater nagyon nem akarja, hogy az erdőbe menjünk, nagyon nem akarja, hogy körbenézünk, és valószínűleg ott lesznek majd az ijesztőbb dolgok. Reméljük, a gyerekei nem kószálnak el, mert hogy nem megy utánuk megkeresni őket, az is biztos. Igen, amúgy a fater az így, ne menjetek, és így ezzel megoldja ezt az egész témakört. De amúgy szerintem megtaláltuk az előző streamben másik kecskét, vagy legalábbis találtunk egy kecskét, úgyhogy azt majd meg fogom nézni, hát ha az. És akkor mi volt most a küldetésünk? Mert hogy volt ugye küldetésünk Journal, Broken Bridge, beszélni kell apával a törött hídról, és 2 brown troutot kellene nyugatra fognunk. Ezt még nem sikerült ugye megcsinálni, aztán van ez az ajtó, valahogy be kell oda jutnunk. Igen, alma, itt pedig 5 darab almát kellene valahogy szereznünk, hát 5 darab almánk szerintem még nincsen, de majd lesz. De annyi a női nem igent jelent, nem? Nem és nem. Na most akkor ezt talált ki, hogy ez hogy van. Szia Ádám, halihó. Láttam, rápörögtél az árkra. Pont be is akartam tegelni a streamedbe, amit visszatöltöttél YouTube-ra egy timecode-ot, de elment az internetem, úgyhogy majd meg kell keresnem újra, de az nagyon vicces volt, majd belenéztem amúgy. Ha nem az talán, az igen, az talán, a talán az nem. Na, Peti vágja, Kenny vágja a dolgokat. Ha nem az talán. Hogy telt a napom? Elment a mai napom, köszönöm szépen a kérdést. Ugye voltunk a Margit szigeten. Ott volt egy ilyen filmes fesztivál, oda hívtak meg minket. Tartottunk egy kis előadást, illetve levetítettünk egy interaktív kis filmet. Úgyhogy jól éreztem magamat. Aztán átmentünk egy kicsit a Gergőékhez. És így hamisztunk egy jót, aztán hazajöttünk, és nekiálltam streamelni, és akkor kezdődött el az igazi halál. A kálvária azzal kapcsolatban, hogy multi-streaming. Szia, és mondják a csajok, hogy nem bonyolultak. Hát nem. Csak meg kell minket érteni. Szóval valahol itt találtuk, ugye azt az ajtót, amiről szó volt. Meg itt volt a kecske is. Aha, itt az ajtó, nézzétek, csak most nő vissza a búza. LOL!
Szóval ide kellene valahogy bejutnunk. De ide nem tudunk bemenni, igen, mert beragadt az ajtó. Hát majd remélhetőleg azért kiderül, de mondom, itt volt egy kecske, ez nem a mi kecskénk. Annyira puha. Lehet, hogy akkor ez nem a mi kecskénk, mindegy, azért levágtuk a szűrit. Ez akkor mindenki kecskéje, úgyhogy szerintem én megérdemlem. Viszont azt írt, hogy nyugatra kellene mennünk halat fogni, úgyhogy én lehet, hogy itt most megpróbálok átgázolni az erdőn, hát ha esetleg itt errefele van valami, és tudunk halat fogni, de egyelőre nem nagyon akar elengedni ebbe az irányba. Ez itt micsoda? Olyan kis nyugis zenéje van amúgy ennek a játéknak. Nagyon várom, hogy most már meglássuk a horror oldalát is, mert amúgy ezt egy horror játéknak ígérték. De itt el tudok menni. Kár, hogy az bárány. És tényleg bárány, nem kecske. Nyuszikák! Igen, rengeteg. Nem tudjuk elkapni? Elkapom őket! Áh! Ne bántsd őket! Szerintem ehhez kellene az a cucli. Viszont itt még nem voltunk. Tudjátok, az a répás horgászbot. Amúgy igen, és Zsömi is aztán arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha felhoznánk a régi csapatot. Te, Zsömi, ilyen egy Ark sorozat, te kipromálod amúgy? Nem vettem még meg, de amúgy lennék rá. Lennék rá. Mindenféleképpen. Én nagyon... Nagyon-nagyon csípem a játékot. Wow! Ha van értelme. Úgy értem, hogy amúgy nem csak egy grafikai upgrade. Nyugtass meg, hogy nem csak egy grafikai upgrade, de szerintem azért többet játszottál vele. Via, félek! Ez csak egy barlang, semmi sem bánthat téged. De nem szeretem a sötétséget. Hát én sem voltam még itt, úgyhogy bemegyek. Ez nem az a barlang, amit meg kellett volna találnunk? Én meg végig azt hittem akkor a másik barlangra, hogy azt kellett volna megtalálnunk. Via, ne hagyj itt! Csak kövess engem, oké? Oké? Szerintem amúgy ezt a barlangot kellett volna megtalálnunk nyugatra, és most már kezd összeállni a kép. Na gyere te jány, nézzünk körbe, és amúgy ez egy menőbb barlang, mint ami ott van a erdőben állunk. Hú, wow, mennyi minden van itt. Hát most nem kezdek el szerintem itt összeszedni mindenfélét. Ott van még egy szobor. Ez meglepő. Nézzük csak meg. Rossz érzésem van, kérlek, menjünk innen. Itt baj lesz, lehetséges. Ja, tényleg a gyaloggalopos izé, gyilkos nyúl, az mondjuk kemény lenne. Jönne azt izé, lerágja a seggünket. Ők testvérek? Igen. Na majd akkor DC-n beszélünk erről, most nem vonom el a figyelmet, nem csak az sok régi modból átvettek dolgokat. Na, akkor már így. I'm in. Na nézzük. Miért van itt egy szobor ebben az ijesztő barlangban? Nem tudom, megkérdezem apát, talán ő tudja. És akkor most már itt is tudunk gyors utazni. Á, és itt halakat lehetne adni, szóval valahol akkor szerintem itt lehet a halakat is majd megtalálni. Gyorsan mentek egyet, mert a előző streamben ugye volt olyan, hogy összeomlott a játék. Voltam ebben a hajdúszörményben, szerintem nem. De lehet, hogy átutazóban voltam. Úgyhogy nem tudom. De így húzamosabb ideig körbenézni biztosan nem. Testvérek, de a kislány továbbra is úgy viselkedik, mint a legutóbb a srác, hamar egy kell lesz. Igen, az előző alkalommal ugye úgy eltűnt, és itt hagyott minket. Amikor megpróbált a kisrác rácsapni a mosómacira. Ó, lehet itt tudnék pecázni? Szerintem itt tudok pecázni. Te meg mit csinálsz? Rá fogok ugrani ezekre a kövekre. Ó, ne! Vugy! És innen tudok halat fogni. És mit kellett nekünk? Brown troutot, ugye? 10% esély van rá. De kérdés, hogy milyen csalival kellene neki mennünk. Yellow perch. Brown, a Rolly Pollyval. Semmi sem kap, semmi sem harap. Ez szomorú. Oda valahogy csak át lehet jutni. Te erre a kavicsra nem tudok itt ráugrani, nem? Viszont innen lehet, hogy tudok, ha innen tudok pecázni. Érdekes amúgy ez. Semmi se kap. De miért? Most ez komoly? Nincs ilyen szerencsém.
Innen nem tudok pecázni, de innen is tudok pecázni. Sorra tűnnek el a halak. Ó, megint itt van egy ilyen szép fa, amit szerintem majd ki tudunk vágni, úgyhogy én ezt lehet ki is vágom. Melyik játékban a legélvezetesebb horgászni? Hát ebben most annyira nem. Mert mindenre csak annyit kapok, hogy hát nem harapnak a halak. Mindjárt megpróbáljuk. És megint! Úgy látszik, ez a csali annyira nem jön be a halaknak. Dragonfly-jal. Lehet ebbe a játékba halat fogni? Vagy nem? Mert kezdem azt érezni, hogy nem. Mivel van a legtöbb esélyünk? Worm. Megpróbáljuk. Na, végre. Valami lesz belőle. Két darab yellow perch. Hát jó. És az a halacska ott? Annak nem tudok. Nem tudok. Pedig tudod, hogy itt lehetne. Várjál most, hogy nem a túloldalt vagyunk, ahova nem szabadott volna átmennünk. Szóval melyik játékban a legélvezetesebb a horgászás? Szerintem erre nem válaszoltam nekem. A horgászás amúgy legjobban a Red Dead 2-be tetszett. Ami nem kifejezetten horgászós játék. Szerintem ott nagyon, nagyon jól eltalálták. Itt azért eléggé butára van véve, nagyon egyszerűre. Ja, hogy egyébként ezek meg azt jelzik, hogy hol tudok beugrálni. De most nagyon nem érzem azt, hogy itt egyszerű dolgom lenne. Már tanultam táncot, karika elég jól megy, de a tévém szórakoztatom. Na. Az jó, hogyha pihenéssel telt végül is a napnak a hátra lévő része. Pihenés az mindig kell. Főleg a hétvégén. Az mindig kikapcsolja az embert. Ez mi ez? Nézd csak! Olyan, mint hogyha egy üveg lenne. Igen, de vajon honnan jöhetett? Lehet ezt is meg kellene kérdezni apáról. Apa úgyse fog semmit sem mondani, ezt már megtanulhattuk volna. Nekünk kell itt kideríteni a dolgokat. Mert apa az úgy is azt mondja, hogy nektek erről nem kell tudni. Főleg a piás üvegről. Majd azt mondja apa, hogy persze! Persze nektek piás üvegről. Na talán itt most. Amúgy eskü azon vagyok, hogy nem. nem lehet itt halat fogni. Nincs valami olyan csali, amivel nagyobb eséllyel tudok ilyen brown troutot fogni? Butterfly. De nulla darabom van. Úgyhogy az nem lesz jó. Dragonfly. Sorra mennek el a halak. Ez a 10% ez nagyon nem akarja beadni. Minecraftban a legjobb horgászni, főleg amikor rohadt húst fogsz. Hát. Én ezt egy kicsit úgy érzem, hogy... iróniából írtad. Szerintem a Minecraftos horgászat egyébként annyira nem szórakoztató. Mármint, hogy az olyan... meh. Van azért jobb peca. Ezekre nem tudok. Túl messze vannak, úgy látszik. Nem Minecraft lett a szavazás vége, de az lett, csak multistreamelni szerettem volna, úgyhogy YouTube-ra is és Twitch-re is kimegy a stream, és a YouTube az most így meghalt stream szempontjából. Valamiért akadozott a stream, és nem csak nálam, hanem másoknál is azt írták, szóval így el lett napolva, de egyébként a community poszt alá direkt ki is írtam, hogy holnap lesz az a stream, amit a mai napra terveztem és ígértem. Ez a játék amúgy nem is volt a szavazási lehetőségek között, ez úgy voltam vele, hogy majd visszatöltöm. Nem lehet, hogy pont át kell menned? Hát lehetséges, tényleg annyi a Twitch elvileg adott kulcsot, ha partner valaki, és 2021. január Arkot streamelt. Tényleg? Majd megnézem, de nem tudom úgy, hogy volt-e nekem Ark streamem. De köszönöm szépen az infót, rá fogok lesni. És nézzünk, megint nem. Szivat amúgy. És amúgy nincsen olyan csali, amivel 100%-ra, vagy legalábbis nagyobb eséllyel tudnék ilyen halat fogni. Tehát ebből a roll... már elfogyott a rollipollim.
De tudod, hogy most megint az a másik fajta hal lesz, mondjuk legalább fogok valamilyen halat. Ja, a yellow perch lett megint. Na mindegy, lehet akkor itt jobban körbenézünk. Eljövök akkor erre fele is. Vagy menjünk itt, itt lefele nem tudtam menni. De megnézzük, hogy erre fele mi van. Mert legalább sok szép kivágható fa van. Ami abból a szempontból jó, hogy abból nagyon-nagyon kevés spónol jön magába az erdőbe. Wow, mennyi kivágható fa van itt. Hát ez ilyen évről évre hamarabb kezdik. Engem annyira nem hat meg igazából, hogy most karácsonyi dekoráció van vagy sem. Ez már ilyen megszokott dolog szerintem lassan. Hogy lehet oda átmenni arra a szigetre? Mindjárt mutatom. Játszol amúgy te is a játékkal, mert itt az erdőn keresztül jöttem ide. Na úgy valahogy oda kellene bejutnunk. Lehet, hogy a barlangon keresztül lehetne amúgy oda menni, nem? Mert hogy itt van amúgy a barlang is. Nincs olyan, amivel nagyobb eséllyel tudnék, Worm. És megint egy ilyen yellow perch. Hát ez nem szerencsés. Kellene másfajta ilyen cuccokat is. Bár mondjuk itt 20% esély van a csigával. Sőt, este kellene itt horgásznom. Ha este pecáznék itt, akkor 90% eséllyel lenne brown troutunk. Na várjál, csak akkor oda megyek a másik a szoborhoz, állítunk egy estét. És akkor remélhetőleg megoldódik ez a problémánk. Mondjuk egy kis energiát kellene töltenünk. Itt vannak a nyuszik. És akkor itt tudok ki a barlangban állítani időt. Hú, Patrice, azzal vigyázzál, mert az nem jó, mert abban fájdalomcsillapító is van, és hosszú távon nem tesz jót a szervezetednek. Ó, vannak itt gombák is ebbe a barlangba. A másik barlangban szerintem nem találtunk gombákat. Legalábbis nekem nem rémlik. Na, szóval itt akarok egy olyat, hogy... itt nem lehet időt. Pray for weather. Give harvest offering. Miért nem tudok... Na várj, akkor fast travel-ölünk. Sziasztok, sziasztok! Halimálna, üdvözöllek! Aha, nézzétek csak milyen jól lehet most itt. Milyen gyorsan tudok itt gyors utazni. Egyébként érdekes, hogy ott lent nem találtunk. Biztos van majd lent is ilyen szobor, aminek a segítségével tudok gyors utazni. Jó. Pihenünk egy kicsit. Veszünk egy kis szundit, egy kis délutáni szundit, és remélhetőleg ezzel már majd este lesz, még mindig nincsen. De amúgy szerintem már este van, mert ilyen csillagos volt ott a háttér. Úgyhogy most körbenézek. Ó, királyság, este van! És akkor most kellene nekünk gyors utazni. Szerintem minden is tudunk. Fast travel. Ezt a részét annyira nem használom a játéknak, pedig amúgy megkönnyíteni, meg meggyorsítaná valószínűleg a kijátszását. És akkor ehhez a barlanghoz kell jönnünk ahhoz, hogy vissza tudjunk menni gyorsan ahhoz a tóhoz, vagy folyóhoz. Ilyenkor olyan creepy zene van amúgy. És megint ez a klattyogó hang. A kedvenc klattyogó hangom. Ezt nem biztos, hogy ki akartam mondani. Na jó. Never mind. Nézd ezt a rengeteg Szent János bogarat. Olyan szépek.
Éjszaka felfedezni az erdőt teljesen más élmény, mint nappal. Tényleg nagyon szép dolgokat láthatunk. Vajon mi más láthatunk még? Most fog jönni? Ásított a kisrác, nem tudom, kezdek nagyon fáradt lenni, hogy ilyen későig fönt vagyunk. Igen, én is kezdek nagyon fáradt lenni. Ásítoznak össze-vissza. Azt hiszem, hazamegyek. Nem szeretnék több mindent felfedezni. Kicsit farmolni kellene, amikor reggel felkelök. Én is megyek. Úgyhogy hazamegyek és csináljuk a farmos dolgokat. De legalább ne próbálj meg ennyire engem másolni. Semmit sem értesz a farmozáshoz. Nem kellett volna semmit sem mondanod. Nem is vagyok fáradt. Szeretnék tovább felfedezni. Aj, tényleg ezt kellett mondanod? Miért akarsz engem egyáltalán másolni? Már kicsit féltem, hogy... Végre kilogikáztam, hogyan tudnék olyan halat fogni, és aztán hazaküld a játék. A gyerekek fáradtak, úgyhogy ma nem horgászol este. Ez még nem is olyan creepy. Én évek kölyegyes után újra elővettem az MC-t, és meglepődtem, mennyire nyugtalanító a zene a Netherben. Na nézzük most. Hát, ha meg lesz az a hűn áhított halacska, amit a faternak kellene kifognunk. Biztos örülni fog amúgy, hogy este jöttünk ki pecázni. És akkor mi volt? A csiga volt, ugye? Éjjel, igen, 90%-kal tudunk vele brown troutot fogni. Meg is van, jó király. Hát igen, érdemes azért nézni, hogy melyik csalival, melyik halra, mikor, milyen esély van, mert itt tulajdonképpen ezen múlik az egész. Mondjuk most pont másfajta halat sikerült kifognom. De még egyet megpróbálok, hogy biztosan legyen elég. Hát esetleg kell majd még ilyen áldozásokhoz is. Jó, brown trout. És akkor most így, mennyi kellett a faternek? Cave statue, almák, hidden broken bridge. Catch two brown trout to the west of your farm from dead. Oké, a broken bridge-es küldi, akkor így haladni fog. Valahogy be kell majd jutnunk. Illetve apát meg kell kérdeznünk a sörös üveggel kapcsolatban, amit találtunk. Meg kell majd még 5 almát szednünk valahonnan. Hát jó, szerintem amúgy a halakkal most így megvagyunk. Na jó, menjünk akkor vissza. Hát most útközben szerintem... Én most keresztül megyek az erdőn. Most így gondolkoztam azon, hogy gyors utazzunk-e, de keresztül megyek az erdőn, hát ha lesz itt valami para dolog, amivel találkozhatunk, mert ahogy ide beléptünk, akkor írta ki ezt a játék, hogy vajon mit láthatunk még este az erdőbe. Várlak vissza, Zsani, köszönöm, hogy itt voltál. Jó étvágyat kívánok! Nagyon rég néztem már Stardew-t, szóval visszahozza az emlékeket. Hú, pedig ez most nem is Stardew. Ez egy másik játék, csak nagyon-nagyon hasonlít a Stardew-velihez, vagy legalábbis így reklámozták. Ilyen pixeles farmolós, csak ez egy kicsit ilyen horror téma. De ja, amúgy. Van egyébként most egy Stardew-veli sorozatom. Ott modokkal játszok. És amúgy zseniális, tehát valami 80 karakter van benne. YouTube-on meg fogod őket találgatni, de most már ide Twitch-re is fogom streamelni. Úgyhogy majd azt is tudod így követni. No, oké, és meg vagyunk. És hát szerintem a faterrel ma már nem beszélünk, viszont gyorsan tolok rá egy mentést, nem livelek, hanem mentek. Akkor később rá is nézek, na. Köszönöm szépen, és hát jó szórakozást hozzá, így előre is. Mert amúgy tényleg tök jó. Az Istenek megáldottak, kaptam 51 darab áldást. És most már akkor csak meg kellene találni a fatert. Itt van. Na, itt van a két hal, amit kértél. Itt van a két hal, amit kértél. Remek! Nagyon régen ettem már ilyet, úgyhogy csinálok is belőle egy jó levest, oké. Ezt hamar megbeszéltük.
nagyon-nagyon finom. Örülök, hogy ízlik. Apa, talált ki, mit csináltunk. Mit csináltatok? Vili és én elmentünk az erdőbe, és láttunk egy nagy tavat. Rengeteg szép virág volt arra fele. Virágok? Jobb az illatuk, mint azoknak, amik itthon vannak? Igen, és más is a színük. Ne tévedjetek el, a tó nagyon-nagyon nagy. Hehe, nem fogok. Vigyázz rá, Vil, oké? Mi a baj? Még hozzá se nyúltál az ételedhez. Semmi. Minden rendben van. Vil, ne legyél szomorú. Itt vagyunk neked. De ez nem ugyanolyan. Mi nem ugyanolyan? Nem szeretnék róla beszélni. Nem szeretném, hogy szomorú legyél. Legközelebb én fogok neked halat fogni. És akkor ugyanígy ehetünk. Nem akarok hozzád beszélni. Samantha, esetleg kimennél és hoznál nekem néhány virágot? Szerintem jó lenne, ha lenne még több virágunk. Oké, hozok akkor virágokat. Vilnek is. Remélem attól majd jobban érzi magát. Ez egy nagyon jó ötlet. A konyi sarkában, a kondérban ilyen örök milestone. Fogtok valamit, csak beledobjátok és sosem fogy el. Hát nem tudom amúgy, hogy milyen leves fő benne, de folyamatosan. Ez az anyukád miatt van. Nekem is hiányzik, Will. De ezt nem rakhatod ezt a nyomást a testvéredre. Nem is emlékszik anyára. Nem is lesz szomorú, amikor elkezdek róla beszélni. Nem volt alkalma arra, hogy megismerje az anyukáját. Csak kisbaba volt, emiatt nem okolhatod őt. Sziasztok, Haliho! Igen, de mindent megteszek érte. Még meg se tudja fejni a kecskéket. Amikor te voltál az ő korában, akkor nem is, neked se kellett kecskéket fejned. Nekem kellett erre megtanítani. És én se tudtam, hogyan kell kecskét fejni, amikor a te korodban voltam. És tudod, ki tanított meg engem? A testvérem. És a testvérem az apukájától tanulta, az apukája pedig az ő testvérétől, és ez mindig is így ment. Szerinted ki fogja neki megtanítani a kecskefejést, amikor én nem leszek itt? Én. És tudod, hogy miért? Mert én vagyok a nagy testvér. És neked mindig vigyáznod kell a kis tesódra. Mert csak veled szeretne lenni, úgyhogy el kell őt viselned. Hát jó, de én ezt nem akarom többé csinálni. Én anyát szeretném, hogy itt legyen és ő csinálja helyettem. Emlékszem, hogy ő mennyit segített. De ő már nincsen itt, és te itt vagy. Tudom, hogy szeretnéd őt visszakapni. És szeretném is, hogy segítsen, de már nem lehet. Nem tudom őt visszahozni. Bármilyen erősen is próbálok imádkozni. Akkor megtaníthatnád Samanthát. Mi történik akkor, hogyha a testvéred elesik és megüti magát? Segítesz neki felkelni? Igen. És hogyha az ültetéssel kapcsolatban van szüksége segítségre, akkor segítesz neki? Igen. Ezt azért csinálod, mert te vagy a nagy testvére. Viszont meg kell tanulnod szeretni is a testvéredet, mert te vagy a nagy testvér. Egy nap már csak ti ketten lesztek egymásnak, és szeretném, hogy megtaníts neki mindent. Hogyha ő idősebb lesz, akkor tudjon mindent a szeretetről. Érted ezt? Igen. Sziasztok, skacok! Akik most érkeztek, itt vannak a virágok. Köszönöm szépen! Valamit csinálnom kell, úgyhogy fejezd be a kajádat. És aztán vigyázz a tesódra, oké? Will? Oké. Hát nehezen megy ez a testvéri szeretet, meg ez az elfogadás. Mit mondott neked, apa? Semmit. Még mindig mérges vagy? Csak menjünk. Engedjük el ezt az egészet. Megtanultunk egy új receptet. A rizset és a tojást. Nem tudom, hogy a hallevesben hogy lett rizs és tojás, de oké. Végül is örülök neki, hogy megtanultunk egy újabb receptet. És most hol a fater amúgy? Ide kijött. Na, amúgy van még miről beszélgetnünk. Találtunk egy szobrot a bányában. Miért van az ott? Azért, hogy ugye odaadjuk az áldozatokat, illetve a halakat, amiket kifogunk a tóból. Ennyi lenne? Rengeteg ilyen szobor van az szigeten. Nem értem, hogy ez miért van ennyire messze a házunktól.
Ez azért van, mert sokkal egyszerűbb ott leadni azokat a dolgokat, mint hogy hazahozzuk az összes halat. Mondjuk ennek van értelme. Tényleg nehéz lenne azt rengeteg halat hazacipelni. Szerintem a hátam is beletörne, hogyha 10 halat haza kéne cipelni. Az én hátam is fájna. Úgyhogy miért nem ajánlod fel az isteneknek a halakat, amiket kifogtál a tónál? Biztos értékelnék. Ez egy jó ötletnek hangzik. Mondjuk hazahoztuk mi a halakat. Nem tört bele a hátunk, mint ahogy a fater mondja. Jó, találtam ezt a tónál. Nézd csak, mit találtunk a tónál. Ez egy nagyon furcsa üveg. Ez tényleg egy furcsa üveg. Igen, és a tónál találtam. Szerintem a vízeséssel kerülhetett oda. Furcsa, hogy ilyen üveget találtál. Igen, és nem is úgy néz ki, mintha a farmunkról lenne. Szerinted honnan jöhetett? Nem vagyok benne biztos, de abban biztos vagyok, hogy nincs ezen a szigeten semmi más a fűn és a fákon kívül. Akkor ez honnan jött? Én sem tudom. Vajon honnan jöhetett az az üveg? Viszont most nem mondta azt a fater, hogy ne menjünk oda. Most nincsen ilyen tiltás. Samantával kell beszélnünk, hogy ez fejlődjön tovább, ez a küldetés, és akkor már csak 5 darab almát kellene valahonnan összeszednünk, hogy a többivel is tudjuk haladni. Ezek szerint mi vagyunk az istenek élelmezési felelőssége, Menzás nénivé van zsáltál, igen? Hát jobbulás, Patricia. Nem jó betegnek lenni. Ez most egy ilyen időszak, szerintem nagyon sokan lebetegedtek. Begyűjtögetem az almákat. Amúgy szerintem most már összeszedtünk annyit, hogy majd azt is meg tudjuk csinálni. Bocsánat, most itt ennyit olvasgatok, de szeretnék haladni a sztorival is. Megvannak az almák. Megvannak az almák, most mit csinálják? 10 darab almára van most szükségem. Mi? 10-re? Mit fogsz csinálni még 10 darab almával? Majd hamarosan kiderül. Come on, gyerünk már, apa! 600 millió almát szedjek neked össze. Hát honnan szedjek én ennyi almát? Halihó, szia keksz, üdvözöllek! Jó, hát meg vagyunk akkor az alma szedéssel is, majd ha megint lehullik néhány rohadt alma, akkor összeszedjük a faternek. És akkor Samantával kellett beszélnem, de mi az új küldetésünk? Biztos van valami új küldetésünk, mert azt írta, hogy talk to Samantha, és aztán fejlődött a küldünk. 10 alma apának. És talk to Samantha. De akkor most hogy beszéljek Samantával? Na mindegy, majd csak rájövünk. Milyen jó kis grafikája van a játéknak. Én nagyon szeretem az ilyen pixel grafikus játékokat, szerintem nagyon királyak. Kicsit, mint tényleg van egy ilyen Stardew Valley vibe-ja ettől. Bár nagyon sok olyan játék van nyilván, ami hasonlít rá, de... Nekem az az egyik kedvencem így ebben a stílusban. 6x10 a 23-an alma és a fia fát vágnak az erdőbe. Júj! Atyaik, de rég láttam. A székely és a fia animációt. Azt szerintem ilyen... Nem is tudom. Van vagy 10 éves legalább az a YouTube videó. Még középsuliban. Mémeltük meg, megmondtuk. Nagyon-nagyon sokat. Hol lehetett itt keresztül menni? Ú, használtam volna a gyors utazást. Mert hogy... De várjál, oda nem sikerült átjutnunk, ugye? Nem, ott nem sikerült átjutnunk. És itt amúgy nincsen valahol... Esetleg egy kulcs. Lehet, hogy valahol itt lenne elrejtve a kulcs, nem? Azért azt csak meg kellene nézni. És levágom az összes búzát, hát ha. Itt van elrejtve, de... Szerintem még továbbra se tudjuk igen kinyitni. És itt erre nem lehet elmenni. De itt valahol el lehet jönni. Hát, ha meg lesz. Mondjuk, hogy csak odáig ment. És ha itt fölfele megyek, nincs ott már semmi, vagy legalábbis arra fele nem tudok elmenni.
Több is az 10 évnél. Még én is középiskolás voltam, amikor az ment. Halló! Szia-szia! Jó napom volt, köszönöm szépen a kérdést. Megviccelt a YouTube, de úgy egyébként jó napom volt. Azt leszámítva. Megörülök igazából, hogy végül is ezt a játékot is most sikerül folytatni, mert nem tudom, mikor ültem volna le. Úgy érdekel azért, hogy mikor mutatja meg azt a horror oldalát. Most már azért voltak utalások, hogy más az erdő esténként. Körbe kellene itt nézni. Nyuszikát is amúgy majd kellene fogni. És akkor ide kellett nekünk halat hozni, ugye? Azt hiszem itt is ilyen haláldozásos téma volt. Majd a középre is valahogy jó lenne bejutni. Mert az is izgalmas tudna lenni. Szia Zsani újból! Mit csinál egy ilyen csodálatos streamerrel? Hát, az történt, hogy ugye multistreamálni szerettem volna, mert most már engedi a Twitch azt is, és egyszerűen a YouTube-on folyamatosan meghalt a stream. Na! Most áldoztunk, úgyhogy remélhetőleg így már ez tetszeni fog, mert ugye a fater azt mondta, hogy ide kellene jönnünk áldozni. Szamantával kellene továbbra is beszélnem. Meg 10 almát összeszedni. Ha lehet, annyira nem is volt fontos, hogy én ide áldozzak? Blessings. A plusz 5 blessed kapnék. Hú, ez nagyon sokféle halat ki kellene fognunk. Következőre. Melyik piros hajó kislányra gondolnak, hogy feláldozzuk? Remélem nem rám. Én még azért szeretnék élni. Meg azért a tesómat se bántanám, na. Bármennyire is idegesítő néha a kislány, azért még nem búcsúznék el tőle örökle. Lehet, ez neki sem tetszene. Ha egyet tippáltak, most a fater pont azt mondta, hogy meg kell tanítanunk őt szeretni. Nem csak az a lényeg, hogy azt tanítsuk meg neki, hogy mit, hogyan kell intézni a farmon, hanem az is fontos lenne, hogy megtanulja a szeretetet. De hogy tudok amúgy beszélni a kislánnyal? Mármint, hogy így odaállok hozzá, de nem beszél hozzá. Nem tudok így rákattintani, és egy kislány, állj velem szóba! Lehet valamit kellene még találnunk? Itt a vízesés, hát a vízesés meghozza a gondolatokat, de nem hozza meg a gondolatokat. 18 felmentem fürdeni haját, most úgy gondoltam, hogy minden reggel el vagyok fürdeni. Begyűjtögettem itt a dolgokat, honnan akkor eljöttem idáig. De itt amúgy jobban körbe kellene szerintem néznünk. Itt azt a hidas küldet is kellene valahogy javítgatnunk, azt a hidat, amit találtunk még az előző streamben. Arra még most el sem mentem, úgyhogy lehet, hogy arra fogok most majd elsétálgatni. De először itt akarok körbenézni, hát ha itt találok megint egy újabb útvonalat. Mert itt most itt föl tudok jönni. Van megint egy fa, amit ki tudok vágni. Imu, hogy van? Megvan, jól van. Szerintem kodozik amúgy, vagy most a csét is tolja, nem tudom amúgy, hogy éppen mivel játszik, de megvan. Már ő is meggyógyult szerencsére. Ez mi? Harvest Island a játéknek a neve. Szia, üdvözöllek. Ilyen pixel grafikus játék, isteneknek kell áldozni, és vannak ilyen creepy dolgok, amikre nem nagyon találtunk még megoldást. Ha azokra próbálunk rájönni. A fater meg nagyon félt és óv minket mindentől. Na, itt vagyunk a vízesésnél. Mély levegő? Várj meg! Hogy lehetsz már most fáradt? Sose sétáltam még ennyire messzire. Mindjárt ott vagyunk. Látom is a barlangot. Még több séta, oké. Lehet, hogy majd ottan este beszéltek, vagy ilyesmi. Amúgy az igen, az lehet. Ha, itt is van egy barlang. Szia, Zsömike. És
Lehet ez visz akkor oda a sziget közepére? Itt a kecske! Megtaláltuk az elveszett kecskét! Idáig elszaladt! Szerinted mitől ijedhetett meg? Nem tudom. Menjünk csak haza. Szerintem apa boldog lesz, hogy megtaláltuk. És haza teleportáltuk a kecskét? Vagy most mi történt amúgy? Nézd csak, találtam valamit! Olyan, mint egy nagyon régi könyv. Gombaleves. És itt van a receptje. Szerintem ez egy recept. Wow, 200 IQ! Nem én voltam. Nem úgy, hanem szándó lehetne, beváltottam és nem tudok angolul. Oh. Book of Shadows. Zsebre vágtam a kecskét. Lehet amúgy, igen. Hát nem tudom, max ilyen bevásárlóközpontba találkozhattunk, mert én azért nagyrészt kocsival járkálok ide-oda. Ritka az, hogy csak úgy az utcán sétálgatok. Persze nem kizárt, de inkább kocsival szoktam közlekedni, mert eléggé kint lakunk a városból. Úgyhogy ahhoz, hogy meginduljak bárhova is, ahhoz muszáj kocsiba ülni, meg kilométereket kéne sétálnom a buszhoz. Ez azt jelenti, hogy több ételt tudunk készíteni? Igen? Na, megtanultunk megint 3 új darab receptet. Érdekes amúgy, hogy egy receptes könyv volt csak így itt. Ezt a kecskét nem tudjuk hazavinni? Azért megsimogattuk a vadkecskét. Most itt elszakítjuk a szerelmétől a kis kecskénket. Olyan érzésem van. Mert amúgy lehet a szerelem szava hívta idáig ezt a kecskét. Erre el lehet jönni. Na most már tényleg nagyon elkóboroltam. Ó, nézzétek csak itt egy lyuk. Ez mit tud? Ó, ide kellene nekünk egy létre, hogy le tudjunk mászni. Viszont azt nem tudok csinálni. Hogy fogok innen hazatalálni? Már most látom, úgyhogy úgy elvesztem, ahogy illik. A barlangon keresztül jöttünk, ugye? Nem én lennék amúgy. Pedig most már haza kellene valahogy jutnunk, mert el fogok teljesen fáradni. Szia Zoli, üdvözöllek! Remélem innen jöttünk. Szerintem tudsz vele beszélni, ha mész a játékbeli apukához, beszélgettek a lányról, és oda jön a lány. És elmegy onnan az apuka. Na majd meglátjuk, most úgyis haza kell, hogy menjek. Valami úgyis fog történni, vagy reggel, vagy valamikor, amikor a faterrel beszélek valószínűleg. Köszönöm egyébként a tippet. Kíváncsi vagyok azért, hogy hogyan alakul a sztori. Meg arra is, hogy mikor jön a levágott fejű szarvas, ugyebár. Teljesen eláztam. Fázom. Nem mehetünk most már haza? Tüsszentett a kisrác. Minden oké, nagyon fáradtnak tűnsz. Rendben van, csak tüsszögök ennyi az egész. Lehet, hogy az eső miatt haza kellene mennünk. Én is kezdek beteg lenni. Még nem. Szeretnék még néhány dolgot összegyűjteni. Vajon apa mit fog mondani, amikor hazaérünk és teljesen nedvesek lesz? Ó, elfelejtettem, hogy apa nagyon mérges lesz. Várjunk még egy kicsit, és hát akkor megszárad a ruhánk. Örökké esni fog, haza akarok menni, és akarok enni egy meleg leves. Rendben, apa nem lehet mérges rám, ha beteg vagyok, ugye? Néha úgy érzem, hogy nagyon buta vagy. Néha én érzem úgy, hogy te buta vagy. Te vagy buta. Te vagy a buta. Tipik testvérek. Ezek a sziflafalak olyanok, mint a karamellás keksz, de ennék most egy olyat. Mi tart vissza? Micsoda a szegény farkas? Vagy a szarvas? Farkas? A farkas is szegény lenne, ha elhagyná a fejét. Hát majd meglátjuk. Amúgy, hogy... Látunk-e ilyet? A trailerben volt, és ugye ez keltette fel az érdeklődésemet, jelmetek, ez egy horror játék. Te vagy a buta, te buta!
Fejetlenséget akarok, igen. Óriási fejetlenséget. Szarvast és farkast, meg minden mi jót, mi erdőben található élőlény. Nem, egyébként nem akarok nyilván egyik állatnak se rosszat, csak... Most már úgy... Úgy jó lenne látni a horror részét. Amúgy Steamen erre sokan panaszkodtak, nagyon sokat kell játszani a játékkal ahhoz, hogy lássuk azokat, amiket a trailerben lehetett látni. Na, a fater, visszahoztuk a köcskét. Remélem feltűnt. Megtaláltuk a kecskét. Apa, megtaláltuk a kecskét. Nagyon-nagyon messze volt a háztól. Mondtam, hogy ne kergessétek azt a kecskét. El is veszhettetek volna. Nem kerestük. Csak ott volt a tó mellett. Micsoda szerencse. Igen, valami nagyon megijeszthette azt a kecskét, hogy így elfutott. Vajon mi lehetett az? Nem hiszem, hogy bármi is lett volna. Szerintem csak elsétált. Tényleg? Miért sétálna el ilyen messzire a farmtól? Nem tudom. De ha a kecske megijedt, akkor a többi állat is elszaladt volna a tó felé. Ó, igen, ennek mondjuk van értelme. Na most, hogy visszakerült a kecske, szerintem áldozhatnánk. Nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltuk a kecskét. Most viszont a faterrel beszéltem, de a kislánnyal nem tudok továbbra se. Ja, hogy azt tart vissza, hogy nincsen nálad. Hát. Az nem szerencsés. Olyan, hogy valaki beleúna, mire eljut az érdekes részig. Nem játszottam azzal. Hogy ez egy sorozat? Most egy visszakerült kecske, szerintem áldozott. Honnan tudja, hogy a tónál van? Hát a tónál találtuk meg, ugye megtaláltuk az előbb a kecskét, és tehát az volt itt a sztori, lehet, hogy arról még akkor lemaradtál, hogy elszökött a kecskénk, mondta a fater, hogy ne is keressük meg sehol, és akkor a tónál most megtaláltuk, haza teleportált, és ugye elmondtuk, hogy hol találtuk meg. Jó. Akkor almát keresünk. Kicsit Cult of the Lamp utánérzés. Útileg az is kijött valami frissítés, ha jól tudom. Nincsenek nálam cseresznyemagok. Úgy nem is cseresznyemagot akarok, hanem melyikkel lehetett? Valamelyik gombbal lehetett locsolni. Ha ezzel lehetett locsolni. De most miért nem locsol? Ott van nálam a víz. Hú, ezer éve nem használtam. Nincsenek alma mag. Aha, nekem alma mag kellene valahogy. Can't plant anti-cutlist. Vagy akkor ezt most már nem kell locsolgatnom? Hát lehet, hogy akkor ezt most nem kell locsolgatnom, azért nem tudom. Itt vagy 30 perce. Hát akkor... Akkor szerintem azt láthattad. Nem tudom, hogy mikor volt sajnos az a rész. Jó. Kecske tejet szeretne, tojást, meg sima tejet. És akkor nekem ez amúgy most küldetés, vagy csak megint izén megszívott a fater, hogy akkor áldozzunk, de amúgy tökre nem kell áldozni. Mert itt a küldetések között amúgy nincs itt. Úgyhogy szerintem annyira nem fontos, hogy én áldozzak. Most ellenállok. Nem csinálok meg mindent egyből, amit a fater kér. Csak hogy érezze, hogy amúgy néha túl sokat kér. Na. Megfejem akkor a kecskéket is, meg összeszedem a tyúkok alól a tojásokat. Jó, van 3 kecsketejem. Szerintem egyébként majd a holnapi nap is kell még velük foglalkozni. Egy órája megy az élő. Hát ez az élő, igen. Ami meg előtte volt, arról ne beszéljünk. Kihívás? Milyen jellegű? Attól függ. Szerintem nem véletlenül vannak benne ezek az áldozások, kiadnak a sztorira, vagy nem. Hát... Én most azt érzem amúgy, hogy nem. Mert eddig olyan sok minden még nem történt azzal, hogy áldoztam. Azzal, hogy tyúkokat simogatok, sokkal több minden történt, mint azzal, hogy áldoztam.
Vagy hogy megetem őket a kukacommal. Most itt amúgy tényleg nem tudok kivenni a csirkét. Nem tudok kivenni a csirkét. Várjál! Na, most! Nem engeded ki! Nem engeded ki! Mi a csirke? Ez mi már, hogy blokkol a csirke? Nagyon állatbarátok vagyunk amúgy, hogy nem fogtuk meg és nem raktuk arrébb a lábunkkal. Még több alma. Most már 15 alma kell neki. Mennyi alma kell még? Csak 15. Ez őrültség. Mennyi almánk van most? 4. Kajakra 15 alma kell neki. Honnan szedjék ki? Csirke detektor. Honnan szedjék ki annyi almát? Még ha tudnék ültetni, de nem tudok. Nem tudok itt ilyen izéket csinálni. Magvakat, vagy valami. Craft. Mystery seedek egyébként vannak. Lehet, hogy olyat ültethetnénk. Ez alma. Van még itt, várjál, nem ez a inventorimban lévő, ez pedig a chestben lévő, de itt sajnos nincsen. Az baj. Itt vannak a mystery seedek. Ezeket akkor kiveszem. És oda pedig bepakolok. Mi az, amit oda be tudnánk úgy rakni, és most nem kell? Például ez a rengeteg kő, 149 darab, azt szerintem bemehet nyugodtan oda. Stringeket is berakom. Iron se kell, hogy most nálam legyen. Biztos amúgy van még itt olyan cucc, ami ezt az 50 darab búzát is be tudom pakolni, és akkor egy kicsit így egyszerűbb. A bot törölte Peti üzenetét. Túl sok volt a kejabálás, látod? Nem szabad úgy kejabálni. Na, szereztünk még almát. Remélem ennyi már majd elég lesz. Mit akartam? Teljesen összezavarodtam. Nincsenek nálam magvak. Amúgy tök sok izét megcsináltunk már. Küldit. De hogy így... Most úgy érzem, hogy nem haladunk, mert Samantával kéne beszélgetni. Amúgy lehet tényleg aludni kellene. Csak az kicsit pörgetni kellene szerintem a napot. De most már nem lehet az idő... Most már nem lehet az időt állítani. Az előző streamben még lehetett itt állítani azon, hogy most este legyen, vagy nappal. Mondjuk sok értelme nem volt, de lehetett állítgatni. Lehet, hogy az csak izé volt valamilyen hiba, hogy benne maradt a játékba a teszt során. Mert hogyha most alszok... Így már este van, jó. Aludjunk akkor egy normálisat is. Hát, ha akkor Samantha beszélget velünk, kaptam 21 áldást, csak? Ah! Te is furcsának tartod, hogy elszaladt a kecske? Ilyen messzire az otthonunktól? Nem, nem igazán, miért? A tóig futott el, és aztán... bement egy barlangba, és aztán átfutott egy másik erdőbe. Szóval lehet, hogy csak nagyon sokat... Sétált. Nem hiszem, hogy csak úgy elsétált volna. Szerintem valamitől megijedt. Szerintem csak beképzelsz dolgokat. Szerintem egyszerűen csak elsétált. Apa is ezt mondta. Ha a másik kecske is... A másik kecske is megijedt volna. Illetve minden állat megijedt volna, hogyha valami olyan lett volna. Nem tudom. Szerintem furcsa, hogy olyan messzire elment. Próbáljuk meg ezt az egészet elfelejteni. Megtaláltuk a kecskét. Jó, lehet, hogy csak tényleg elsétált magától. Főzés. Via, meg tudsz engem tanítani arra, hogy hogyan főzzek rákot? Rákokat? Ez a legegyszerűbb kaj, amit el tudsz készíteni. Csak fel kell forralnod egy kis vizet, és bele kell raknod a rákot. Tudnál nekem segíteni? Oké.
És akkor van itt ilyen, hogy ott van 5 darab rák, amit csináltunk neki. Nem kellene először elkapni? Ja, igen. Oké. Bemegyek abba a lyukba, amit találtam. Hova mész? Oda megyek arra a helyre, ahol találtuk ezt a nagy fém izét. Mert hogy van egy nagy lyuk a strand alatt. Egy lyuk, olyan, mint egy homokvár? Nem olyan fajta homokvár. Olyan, mint hogyha egy teljes ház beleférne abba a lyukba. Szerinted mi van ott? Nem tudom. Ott van lent valami, és szeretném... Vagy van ott lent valami, és egy bless coinra van szüksége. Egy olyan coin, mint amit adtál az isteneknek? Igen, szerintem valaki élt ott előtte. Tényleg? Szerintem igen, de nem vagyok benne biztos, mert rengeteg régi dolog volt ott. Valaki nagyon régen rakhatta oda. Szeretném látni. Nem tudom, nagyon-nagyon sötét van lent, és nagyon ijesztő. Szerintem nem szeretnéd azt a sötétséget. De én szeretném látni, oké, de kérlek ne sírj, oké. Akkor szerintem kellene készítenünk létrákat. Ahhoz pedig kötél kell. Készítek több létrát is, mert amúgy most találtunk több olyan helyet is, ahol jól jött volna, hogyha van nálunk. Úgyhogy megnézzük. Bár most ugye a Bless Coin-os helyről beszélt, amit ugye az előző streamben találtunk meg. Úgyhogy azt is jó lenne megnézni. Hát ha esetleg akkor az a terület is egy kicsit fejlődik. Viszont oda tudunk gyors utazni. Úgyhogy gyors utazunk. Fast travel. És akkor most elmegyünk a másik irányba. Milyen furcsán néznek ki amúgy a tehénkék, most nézem. Mert ugye ez azon a szigeten volt, ahol találkoztunk a mosómedvével. Itt. Én úgy gondolom, hogy erre a helyre gondoltak. Ott van egy ajtó a földön. Igen, itt is vagyunk. Sötét lesz, úgyhogy kérlek ne sírj. Oké. Ez a lány olyan, mint a régi mese, a Heidi. Heidi? Volt ilyen mese? Én nem ismerem. De lehet, hogy amúgy olyan. Ez meg micsoda? Nem tudom. De meg fogom erről kérdezni apát. Szerintem nem kellene erről apával beszélnünk. Micsoda? Miért? Talán ő tudja, hogy ez micsoda. Szerintem ez egy rossz ötlet. Semmi bajunk nem lesz attól, ha megkérdezzük apát. Nem fog velünk kiabálni, csak azért, mert megtaláltuk ezt a helyet. Én nem tudom. Ez a dolog nagyon rossznak néz ki. Te akartál ide jönni. Szerinted most akkor ezt figyelmen kívül fogom hagyni? Nem is értelek téged. Ennek az egésznek nincsen értelme. Ha találok valami ijesztőt, akkor csak békén hagyom, és akkor senkinek nem esik bántódása. Senkinek sem lesz baja. Ez a dolog nem bánthat téged. Meg fogom kérdezni akkor is apát. Tényleg meg kell? Igen. Mi a baj veled? Azt hittem, hogy félsz ettől az egésztől. Hát félek is. Azért gondolom, hogy ezt itt kéne hagynunk. Valahogy rossz megérzéseim vannak. Mindegy is, csak menjünk haza. És ebbe, hogyha bele tudnánk rakni egy Bless Coint, akkor történne valami, de nincsen ilyenünk. Nem tudom, hogy honnan tudnánk szerezni ilyen Bless Coint. Mert amúgy meg tök jó lenne, ha találnánk. Viszont rákokat kellene fognunk, ha minden igaz. Meg ugye itt majd kókuszt kellene még áldoznunk. Hát, ha ezekkel az áldozásokkal tényleg történik is valami, lehet, hogy amúgy egy szintet kellene elérnünk, hogy ijesztő legyen a játék. Jó kérdés, mi? Bárcsak tudnánk rá a választ. De a kislány miatt muszáj lesz tényleg fognunk néhány rákot. Fél, ez egy kukac!
Tudom, és éppen elfogom. Minek? Azért, hogy halad fogjunk. Miért ilyen hosszú? Nem kellene, hogy kisebbek legyenek? Mert ez egy strandi kukac. Másfajta halak szeretik. Tényleg? Igen. Hát jó. A híres strandos kukac. Tuti bikinibe vágja magát a strandos kukac. Viszont rákokat most nem nagyon látok, ez érdekes. Lehet a vízállás nem olyan. Remélem most nem fogunk ilyen koponyát találni. Ott a rák, ott a rák. Tele van a zsákom. Szivac. Végre találok egy rákot, és akkor azt mondja, hogy tele van a zsákom, nem tudok vele mit kezdeni. Valamit akkor ki kell, hogy dobjak. Megesszük ezt a két izét. Ezt, és akkor lesz hely. Ouch! Megszúrta a kezünket. Megcsípett minket a rák. Hú, hirtelen azt hittem, hogy befagyott a játék, csak valamiért megakadtam abban a tengeri csillagban. Itt esetleg? Nem sok esélyt látok rá, hogy találjunk. Valahogy ezek nem akarnak előjönni. Lehet, hogy tényleg nagyobb vízállás kellene a rákhoz. Régen, régen láttam már, vagy régen játszottunk már. Nem emlékszem, hogy a múltkor mikor találtuk. Á, itt van egy. Jó, kettőt már sikerült fogni, és akkor elmetek, majd kell ugye a kislánnyal is készíteni. De tényleg nagyon nehezen akar kibontakozni a játék. Hú, még jó, hogy nem lett bajunk amúgy. Így hirtelen megemelkedett a víz. Szivacs. Visszamegyek akkor. Almákat kellene valonnan szereznünk igazából. Volt valami shop, nem? Ahol lehetett vásárolni magvakat, meg ilyenek. Hát ott tudnék venni alma magvat. Mert ezek nagyon-nagyon lassan esnek le a fáról. Itt lehetett vásárolni? Shop, itt lehetett vásárolni. Jó, vicit, kerocid, onion, garlic, cow, goat, sheep, stone, log, twig. De ezek között nincsen alma mag. A szívás. Csak azokat tudom megvásárolni, amiket már leadtam. Az Istenek tettek volna egy falat, amire ráállhattatok volna, ha jön a víz. Faternális működött. Mondjuk jogos? De szerintem amúgy az kamu volt a fater részéről. Sohábbra sincsenek cseresznye magjaim. Ilyet! A lyuk. Jó, meg kell kérdeznünk arról a nagy fém bigyóról apukánkat, hogy ő mit gondol róla. Hát, ha segít abba, hogy Blesscoint mondjuk hol találok. Miért van egy hatalmas nagy lyuk a homok alatt? Apa, találtunk egy hatalmas nagy lyukat, ahol van egy szobor is. Micsoda, egy nagy lyukat? Olyan, mint hogyha egy... mi a fene? Csatorna lenne? Rendben van minden? Jól érzed magad? Nem hiszem, hogy az lenne. Belemásztam, és láttam egy nagy metal fémből készült dolgot benne. És magasabb, mint én. Olyan, mintha valaki élt volna már ott. És mit csinált ez a fém dolog? Semmit. De úgy fénylik, mint a nap. Megmutattam Samantának is. Ez nagyon érdekes. Tudod esetleg, hogy mi lehet? Azt hiszem nem. De nem hangzik veszélyesnek, viszont nem szeretném, hogy oda menjetek többet, mert rátok csomolhat. De még mindig nem sikerült kitalálni, hogy miért van ott az a cucc. Szeretném tudni, hogy valaki élte ott. És mi történik akkor, hogyha rátok esik? Figyelj rám, Bill!
Nem szeretném, hogy lemenjetek oda többet. De szeretném tudni, hogy mi van oda lent. Nem vagyok most abban a hangulatban, hogy kioktassalak téged a biztonságról. Nem szeretném, hogy oda menj. Értve vagyok? Oké. Akkor is ki fogom deríteni, hogy miért van ott. Kipróbálhatnám a City Skylines 2-t? Lehet, hogy majd ránézek. Játszottam úgy a City Skylines 1-jel. Azt nem tudom, hogy csináltam-e belőle streamet vagy videót annak idején, de amikor megjelent akkor nagyon élveztem azt a játékot. Metal! Igen, nem így kellett volna mondanom, na. Faternak akkor 15 alma. Aha, jó, most újból oda kell mennünk a lyukhoz, hogy ki tudjuk deríteni, hogy miért van ott. Szia, Bea, halihó. Jó, akkor megint fast travel. Tehát jelzem, hogy már 4 órát játszottunk ezzel a játékkal, meg most vagyunk másfél óránál lassan. És én mindig nincs benne semmi ijesztő. Átverve érzem magamat. Mi újság, hogy vagyunk? Meg vagyunk, köszönjük a kérdést. Kicsit fáradt vagyok, de amúgy meg vagyok. Mi történt az ajtóval? A lyuk magától összeomlott volna? Hú, még szerencsé, hogy nem voltunk odabent. De ki akartam deríteni, hogy mi lehet az a fém dolog odalent. Lehet, hogy több nyomot találtunk volna. Tudom, hogy rossz ötlet volt. Apára kellett, vagy a... érzéseimre kellett volna hallgatnunk. Nem akarok erről hallani. Össze is nyomhatott volna minket, vagy akár ott is maradhattunk volna, vagy akár még meg is sebesülhettünk volna. Oké, elveszítettük azt a lehetőséget, hogy még több választ találjunk, úgyhogy most már megint arra kell hallgatnom, hogy a kistesúm azt mondja, hogy neki mindig igaza van. Mert nekem mindig igazam van. Nézd csak ezt a lyukat! Tényleg összenyomhatott volna valami, hogyha éppen akkor keressük a válaszokat. Apának is igaza volt. Jó, oké, most tényleg igazad van. Nekem mindig igazam van, tudod? Hagyjuk is. Akkor menjünk haza és szedjünk néhány virágot. Te is a virágok, sose foglak megérteni. Minden annyira biztosnak tűnt. Hogy tudott ez ilyen egyszerűen csak úgy összedőlni? Érdekes, érdekes amúgy. Igen, játékajánlás volt, amit Green írt. Én legalábbis úgy gondolom. És akkor most megint haza kellene mennünk? De akkor viszont gyors utazunk. Ha már itt van ez a remek lehetőség. Mert azért csak gyorsabb, mint végig caklatni az egész erdőn. Jól látom, hogy ott leesett egy alma. Remélem. Ó, jól látom. Lol, még az izén is látszik, hogy leesett egy alma, vagy most ez ilyen tök véletlen. De ennél a fánál nincs. És nincs. Érdekes. Elegem van az almákból. De nem tudom még neki leadni, mert nincsen elég almám. Határozottan elegem van az almákból. Hát kellene 5 rákot főznöm Samantának. Nem tudom úgy, hogy lesz-e annyi most nálam. Mindjárt megnézem. Rakszek. Krep 2 darabunk van, de lehet, hogy amúgy a ládában még van lepakolva. Jó lenne, ha lenne. Remove items from chest. De nincsen rák. Oh. Többet kellene ebből gyűjtenem. Többet kellene gyűjteni a rákokból. Viszont azt a lyukat még megnézhetnénk, amit ott találtunk a vízesésnél. Meg kellett volna nézni Faternak homokos a ruhája, nem véletlenül ő temette be a lyukat. Amúgy szerintem ő volt. Most így viccen kívül én úgy gondolom, hogy ő volt. De csak ki fog majd derülni. K2
kellene egy tányi Rák bácsi, még tovább nem kell mondanom. Illiát. De erre jöttünk, ugye? Vagy most valami teljesen új területre tévedtem? Jártunk már erre? Lehet amúgy egy tök új területen vagyok. De balra nem lehet elmenni. Nem, nem vagyok új területen. Jó, ez is idehozott. Puty, 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 puty. Itt nem találtunk szobrot, ugye? Ide még nem tudunk sajnos gyors utazni. Itt is amúgy valahogy kellene, de lehet, hogy pont, hogyha... ott sikerül lemennem, most, hogy vannak nálam létrák. Akkor ott majd lesz ilyen szobor, és akkor tudok már majd ide gyors utazni. Erre amúgy nem lehetett eljönni? Nem. Lehet, akkor itt van a térképnek a vége. Kicsit néha úgy érzem, hogy így szabadon enged a játék, hogy fedezd fel! Nem segítek, csak fedezd fel magad ezt az egészet. Nem akar nekem segíteni. Itt is lejjebb lehetne menni, de én nem itt akarok, hanem ott, ahol a kis földes rész volt. És nagyon remélem, hogy nem csak egy barlangba fogunk bejutni. Valahol az itt volt, nem? Itt a kecske környékén találtuk azt meg. Itt a vadkecskénél. Hangulatos a játék. Abszolút, abszolút. Csak ez, hogy most 15 almát hozzak a faternak, ez kicsit agyament, mert amúgy meg feloldottam azt a területet, ahol tudnék fákat ültetni, de nincsen almafához magom. Na nézzük. Itt mi van? Ó, ez Iron Pickaxe kell már. Ez vajon honnan jöhet? Ne érj hozzá! Ennyi? Itt is van egy ilyen... fényfal. Örülök, hogy minden rendben. Ó. Tényleg amúgy most így... nincs mire panaszkodnom, szerencsére. Amúgy sem szeretek, de... de minden szipi szuper. Hát... találtunk még egy fényfalat, és ezzel kapcsolatban hogy nem jegyzeteltünk fel magunknak semmit most. Nem, inkább csak Cooking with Samantha. Találtunk egy fényfalat, de így ennyi. Viszont itt még mindig Samantával kellene beszélnem. A... üveggel kapcsolatban, de az meg felejtsem el. Mert Samantával csak akkor lehet beszélni, hogyha a házban van valamiért. És ha itt lemegyek, vajon itt mi van? Lemászhatunk végül is itt is. Szerintem ez csak egy sima bánya. Nem lehet átmenni? De. Jó. Meg szerintem itt föl is lehet menni. Egy kicsit. Ó, oh, wow! Wow, nézd azt a hidat! Via, várj! Ez nagyon-nagyon lent van. Teljesen sokba esett a kislány. Nem tudok megmozdulni. Ez itt egy magas híd? Mit értesz az alatt, hogy nem tudsz megmozdulni? Félek attól, hogy milyen magasan vagyunk. Annyira azért ez nem ijesztő. És akkor innen nem jött tovább? Jössz velem? Will? Meg kell mozdulnod. Csak gyere, lépj velem. Nem annyira nagy dolog ez. Nem tudok. Azt hiszem, haza kell, hogy vigyem. Segítenem kell neki. Ah! Mennünk kell. Lépned kell. Nem tudok megmozdulni, de igen, tudsz. Csak nézd rám!
Jó, akkor csak nézz engem. És köves. Látod? Hátrafelé sétáltam. Nem annyira nagy dolog, oké. Jó, akkor most még egyszer. Szia, Patricia újból. Látod? Nem annyira nagy dolog. Meg tudod csinálni a többet, Will? Jó, oké, köves. Hihetetlen. Mondhattuk volna azt, hogy neki, hogy ezentúl itt fogsz lakni. Na csá! Már ott vagyunk? Mindjárt? Amúgy lehet az lett volna a helyes megoldás. Látod? Már nem is vagy ott a hídon. Nem? Nem. Megcsináltam! Nem hiszem el, hogy fél a magasságtól. Vio, megcsináltam! Menjünk! Oké. Ó, és itt van egy létra. És így jutottunk ide! Ez az! Sikerült! Hát, ez jó sokáig tartott. Itt van egy új fast travel pont. Király. És akkor ide ilyen mindenféle csúszómászokat kell majd adnunk, mert az isteneknek csúszómászok kellenek. Remek. És innen hogyan tudok gyors utazni? Ez most érdekel. Ugye, hogy olyan, mintha a kavicsokon ugrálnánk. Ez mondjuk jó pofa. Az a barlangban lévő. Nem a magasságtól fél, hanem a lezuhanástól. Viszont ott most megint látok egy almát, sőt ott is látok egy almát. Amúgy lehet, hogy akkor a térképen mondjuk a kulcsot is meg tudnám. Nem, mert amúgy most nincs is itt alma. Átlettem verve! A térkép átvert. Határozottan úgy érzem. Nem is a zuhanás fáj, hanem a földet ér, és azért a zuhanásnak is van egy rossz érzése a gyomorban. Mint amikor az ember mondjuk hullámvasúton van, tehát az nem egy kellemes érzés. Amikor liftezik az ember gyomra. Itt szedünk még rákokat, hogy meg tudjuk csinálni a rákfőzős küldetést. Ami egyébként szerintem valamikor még a játék legelején kellett, hogy legyen, csak valamiért most adta be. Nekem ez ilyen nagyon tutoriálszagú küldinek tűnik. Hogy a legegyszerűbb receptet kell elkészíteni a kis hugunknak, hogy megtanuljon főzni. De nincsen szerencsénk, mert megint nem spawnol rák. Vagy megint az lesz, hogy jaj, nincsen nálam hely! Ha nem kellemes, mérülnek fel a hullámvasútra. Az emberek szeretik magukat szivatni. Hány olyan dolog van, ami nem kellemes, és mégis csinálják? Vagy ami nem jó, és mégis csinálják? Nem nagyon akar most rá kell jönni, akkor lehet, hogy az... Pont jókor kerestem, amikor a víz lent volt. A tanárom szokott ilyeneket mondani, hogy például nem a gyorshajtásba halsz bele, hanem az ütközésbe, vagy hogy mindent megehez, de csak egyszer. Hát ez mondjuk jogos. Legrosszabb az, ha a széken áll egy tériszonyos ember, akkor is beüt a tériszony. Köszönöm szépen, Zsóca, a Raidet! Sziasztok, srácok! Mi jóval játszottatok? Halihó. Szóval én nem vagyok tériszonyos, nem tudom, hogy milyen érzés lehet, de biztos nem kellemes. Szerencsére egyébként ilyen fóbiám meg... ilyen jellegű problémáim nem nagyon vannak, vagy most legalábbis nem jut eszembe. De nem rémlik, hogy lenne ilyen. Tapasztalatból mondod, hát az tényleg nem lehet jó. Főleg, hogyha valamit muszáj vesem, egy villanykörtét kicserélni, ahhoz muszáj fölállni egy székre. A természetem olyan, hogyha mondasz neki valamit, beszél az órát. Nekem is ilyen volt a földrajztanárom a középiskolába. Állandóan viccelődött, meg így elkalandozott és random történeteket mesélt.
Még szerencsé, hogy nem egy fontos tantárgyat tanított. Mármint nem azt mondom, hogy nem fontos a földrajz, de azért vannak fontosabb tantárgyak, mint a földrajz. Na, szerzek egy kis tonyást. Most már csak tojtak újból a tyúkok. És akkor tudunk áldozni megint. Bár nem tudom, miért akarok áldozni, mert kb. Semmi értelme, de... De így tudok áldozni. Sőt, amúgy ezeket is lehetne tovább. Aha. Most amúgy mindent megcsináltam itt. Offer idols, harvest offering pile. Itt most nincsen benne semmi. Csak bevezette azt, hogy óránként egy kérdés lehet. Akkor rájött ő is, hogy mivel próbáltátok megúszni a dolgot, mi? Miért nem tudok amúgy... Mert ilyet... De amúgy ez tök, hogy ilyet tudok venni, tehát hogy... Mert miért nem jöttem rá hamarabb? Nem tudom megrázni a fát, az is jó lenne. De szerintem nem. Szivacs van. Na most megint elfáradt a kisrác. Este lett? Még mindig nincsen este. Pedig szeretnék beszélni a tesómmal, hátha. És most megint lepihenek, akkor már csak este lesz. Kijátszom. Három délutáni szundival már csak este. Nem, nincsen még most este. Pedig eltolok néhány délutáni szundit, azért el kellene, hogy teljen az időd. Akkor ezek nagyon rapid szundik. Kislány? Istenek, egy új testvért szeretlék. Mindig igazam van. Várjál, itt most van egy nagyon sok... Aha, itt van az a kérdés. Hogy... miért van egy üvegcse a tóban? Mi a baj veled? Csak azon gondolkozom, honnan jöhetett az az üveg. Általában én vagyok az, aki ezeket ki akarja deríteni. Miért érdekel téged ennyire? Szerintem furcsa, hogy valami olyat találtunk, ami nincsen a farmon. Én is ezt mondtam apának, de ő se tudja, hogy mi lehet. Nagyon-nagyon öregnek tűnik az az üvegcse. Lehet, hogy más emberek használták réges-régen. És akkor most ezzel... Eltűnt a küldetés, és ennyi. Tényleg ennyi? Hát ez hihetetlen. Igen, ennyi lenne a kaja készítés, hogy csak belerakod a rákokat a vízbe. De a több ételt nehezebb elkészíteni, és nem hiszem, hogy lenne hozzá alapanyagunk. Megpróbáljuk majd azokat is később. Hogyha megvannak az alapanyagok, igen. De először csináljuk meg a rákokat, jó, készítsük el őket. Csak nem tudok készíteni, mert hogy tele van megint az inventorim. Leesett egy alma a fáról, tényleg? Mindjárt megnézem, köszönöm. Melyikén? Bal oldalinál, aha. És tényleg? Jobb oldalinál esetleg? Kata megmentette a napot, nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál. Nagyon lassan gyűlnek ezek így. Nem tudok valahogy magot készíteni, olyan jó lenne. Örülnék neki. Viszont upgrade-elhetnénk még, hogyha tudunk. A chest upgrade, ez plank kellene, de amúgy abban meg most van egy csomó. Chest upgrade 2. Várj, a zsákunk az ekkora lehet maximum. Na jó, pakoljunk bele akkor
egy-két dolgot. Add items to the chest. Szerintem a gombákat be tudjuk odarakni. Ezt a blue starfish-t is berakom. Mert most erre sincsen szükségünk. Létre az jó, hogyha van nálunk, hogyha valami izgalmasat találunk. Kókusz az mehet be oda. Meg a kakikat is berakhatjuk oda. A mystery seedeket viszont jó lenne elültetni, hát valami izgalmas fog belőle kinőni. Tehát vannak rossz emlékeid? Nekem vannak, sajnos, bocs, hogy ezt kérdezem most. Hát szerintem mindenkinek vannak. Nincs olyan ember, akinek tökéletes lenne minden egyes pillanat az életében, sajnos. Jó lenne, ha lenne ilyen, de mindenkinek vannak rossz emlékei. Viszont nem szeretnék rossz dolgokról beszélni, ha nem baj. Szeretném a jó hangulatot megtartani. Mystery seeds, oké. Okay. Ezeket elültetjük. Ó, és ebből gondolom, akkor bármi lehet. Remélem, valami izgalmasat sikerül kinövesztenünk. Igen. És akkor... melyik gomb volt? Sose tudom. X. Water. Ha, és akkor most meg tudom öntözni a növényeket. De érdekes, hogy ezeket meg nem tudom. Ja, hogy lehet, hogy csak akkor tudok újat ültetni, de... elképzelhető, hogy azt kéne csinálnom, hogy... aha, el kell innen takarítani a régi növényeket. Ez jó sok meló. Az úgy jó sok meló. Legalább mondjuk kaptam új áldásokat. És itt tudok még ültetni? Van még mystery seedem? Nem. De szerintem amúgy a ládába kell, hogy legyen. Mert azért csak érdekes lenne megnézni, hogy ezekből mi nő ki. Remove items from chest. Nincsen itt sem mystery seedem. Pedig úgy emlékeztem, hogy abból találtam egy csomót. Na jó, alszunk akkor. De ezzel nagyon lassan lehet most így haladni, hogy nincsen almánk. A mai nap nagyon jó lesz. Will? Hova ment? Most a kislányt irányítjuk. Mi? Hogy a kislányt irányítjuk? Mi történt, ami miatt a kislányt irányítjuk? Wait a minute. Mi történt? Megnyomtam a cseresznye magos gombot véletlenül, és nincsen nálam cseresznye, azt mondja a kisrác. Pedig most nem is őt irányítom. És hol a fater? Várjál, csak lehet, hogy... igen, eltűnt a fiú. Lehet, hogy meg akarta nézni azt a helyet? Sok helyet megnézhet amúgy. Az a baj, nem tudom, melyik küldetés hozhatta ezt be. Várj, most a journalnél mit látok? Where is Will? Look around the house. Ah, a házba kellene keresnem. Aha. Jó, akkor vissza. De akkor a házban kell. Én meg már egyből mentem volna oda, ahol ugye be lett temetve a lyuk. Hát, ha esetleg oda ment a testvérem. De akkor nem ott kell keresni. Lehet ráomlott valami. Én is ezt gondoltam, de azt írja, hogy a házban nézzünk körbe. Lehet apánál van. Fater, hol a tesó? Apa, tudod, hogy hova ment Will? Láttam a strandon. Szerintem ott van, ahol a szobor is. Nem hiszem, hogy itt hagyott. Megígértük egymásnak. Én is olyan mérges vagyok, mint te. Hogy nem vitt magaddal. Tudom. Akkor oda megyek, ahol van a szobor. Szerinted Will már odaadta az isteneknek az áldozati cuccokat? Nem hiszem. Értem, hogyha megtalálod, akkor kérlek, mondd meg neki, hogy adja oda. Oké. Okay. De ezeknek annyira nincs jelentősége. Nem értem, hogy miért jó az nekem, ha áldozok az isteneknek. Nagyon-nagyon mérges vagyok rá, mert mindent együtt kellene csinálnunk. Beduccázott a kislány.
Meg kell találnom Willt. Miért nem tudok gyors teleportálni oda? Vagy gyors sétálni? Én is nagyon mérges vagyok most Willre, hogy itt hagyott a kislánnyal. Szuper mérges vagyok Willre, hogy most csak a kislány van. De legalább nem fárad. Nem értem, hogy akkor miért mondta azt, hogy sose sétáltam ilyen messzire. Szia, magyaró, halihó. Üdvözöllek. Az én tippem az, hogy Anyuci nem tetszett, nem szeretett volna az isteneknek áldozni, akinek meg ez nem tetszett. Hát lehet amúgy, nem tudjuk, hogy miben halt meg az anyukájuk, vagy hova tűnt el az anyukájuk. Hova mehetett Will? Hát valószínűleg valahova ide. Nem? Lehet azzal haladok a sztoriba? Lehet? Nem simogathatom meg a mosómedvét! Meg kell találni a tesómat! Hol vagyok? Ja, ott vagyok, jó. Ez az áldozás olyan, mint a biztosítás. Folyamatosan csak fizeted, azért, ha baj van, csak reménykedhetsz. De nem találom a tesómat. Szerintetek hol lehet? Azt mondta, hogy valamerre erre látta. Na, ott van. Ott van Will. Na végre már. Will, nem hiszem, hogy elhagytál. Figyelsz egyáltalán rám? Will! Mi a fene? Csak így sül lehet az anyukáját siratja? Hiányzik neki? Will, minden rendben? Csak szeretném, hogy egyedül legyek. Bedepizett a kisfiú. Szeretne egyedül lenni, úgyhogy odaült mellé. Nem szeretném, hogy szomorú legyél. Nem vagyok már rád mérges. Építhetnék egy homokvárat. Nem akarok. Mi a baj? Szerintem nem is emlékszel anyára. De nem felejtettem előtt. Emlékszel arra, hogy játszottunk itt vele? Nem. És a hangjára? Egy picit. Emlékszel arra, hogy nézett ki? Azt hiszem. Látod, nem is emlékszel rá, de igen. Csak kicsit felejtettem. Ez volt az a hely, ahol anya elhozott minket játszani. Ott ültél, és én bent játszottam vele a vízbe. Azt hiszem, már emlékszem. Nem emlékszel. Valószínűleg arra sem emlékszel, hogy hogyan tanított meg megfejni a kecskéket. De már meg tudom csinálni, mert te megtanítottál. De azt szeretném, hogy itt legyen anya, és ő tanítson meg, nem én. Neki kellett volna megtanítani a téged arra, hogy hogyan fejd meg a teheneket, hogyan etesd a bárányokat, és hogyan fogjál rákokat. Anya bármikor visszajöhet. És aztán elmondhatom, hogy te ezeket mind megtanítottad. Azt is, hogy hogyan fogjak rákokat. De nem fog visszajönni. Ez nem igaz. Nem tudhatjuk. Elment örökre, és nem fog visszajönni. Én... Megígérem, hogy sose foglak téged itt hagyni. Hagyj most engem békén. Anyát akarom, nem téged. Szegény! Egyedül akarok lenni. Will, csak hagyj békén. Nem akarok többet beszélni veled. Hogy eltolta a kis tesóját? Nincsen nálam cserezni magam. Mindig rosszat nyomok. Csak most elszaladt a kis jány. Mondjuk nekem se esne jó, hogyha eltolna a tesóm. De hát nehéz ez, mert még ő sem nőtt fel, és azt várják el a kisrácta, hogy úgy viselkedjen, mint egy felnőtt. Szóval abszolút nem irigylem őt sem miatt. Neki se lehet ám, ez egyszerű.
Jó, meg kell keresnünk Samantát. Hol lehet Samantha? Valószínűleg a mosómedvénél van bent és simogatja a mamát, mosómaci mamáját. Ha lehet egy tippem. Nem, itt van. Menjünk. Nem akarok menni. Megengedted, hogy emlékszel, hogy megígérted? Megígértem azt. Vagy emlékszel arra, amit megígértünk egymásnak? Megígértük, hogy sose hagylak téged egyedül, és mindig velem jössz. Te ellöktél. Nem maradhatsz itt, és nem sírhatsz. Megyek horgászni. Mi van, ha én nem akarok menni? Akkor várj itt. Hogyha pedig a bogarak előjönnek este, akkor megyünk. Várj, ne hagyj itt. Köszönöm szépen a rédet, sziasztok skacok, halió. Meséljetek, mióval játszottatok, mi újság? Most Harvest Island-del játszok. Nagyon bízok abban, hogy már látunk végre valamit ebből a játékból, ami egy horror sztárgyú velit ígért nekünk. Ez már a második stream. Még nem bocsájtottál meg nekem. Sajnálom, most már jobb. Igen. Mert hogy amúgy már 6 órát játszottam ezzel a játékkal, és még mindig nem mutatja azokat a horror elemeket, amiket a trailerben lehetett látni. Nagyon türelmes vagyok. Lehet már túl türelmes is vagyok ezzel a játékkal. Kezdem azt érezni, hogy túl türelmes vagyok már ezzel a játékkal. Nem úgy aranyos meg minden, csak így... Nem tudom. Nem a cherry seed kell nekem, hanem ez kell. Trouble with dead. Aha, úgy érzem, apa mérges lesz rám, mert nem vittem magammal Samanthát. Hát igen, végig erről beszélt, hogy muszáj a tesónkkal jóba lenni. És nem. Nem hallgatunk a faterre. Halió! Szia-szia! Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Apa mérges lesz rám? Nagyon-nagyon csalódott vagyok, ahogy viselkedsz, tudom. Tudod, hogy miért? Mert nem vittem magammal Samanthát. Nagyon sokszor elmondtam már neked, hogy vidd magaddal Samanthát. Te vagy a nagy testvér. Csak egyedül akartam lenni. Visszajöttem volna, és aztán elvittem volna magammal. Sajnálom, hogy ennyire neheztelek rád. Tudom, hogy próbálkozol, csak... És csak egy kis pihenőre volt szükséged. Igen, csak ennyit akartam. Van már valami, amit régóta meg akarok csinálni. És az, hogy nagyobb legyen a farmunk. Úgyhogy most csinálunk egy kemencét, hogy tudjunk csinálni fém eszközöket. Az eszközök lehetnek erősebbek? Nem csak az eszközök, az egész farmot tudjuk növelni, illetve az állatainkat is. És szerintem ez egy jó kis kikapcsolódás lenne a kalandjaid után. És akkor így Samanthának se kell állandóan a nyakadon lennie. Még nagyobb dolgokat tudunk építeni. A kemence nagyon veszélyes tud lenni. Úgyhogy rakok oda egy jelzést, és akkor meg tudjuk majd építeni. De legyél nagyon óvatos, oké? Oké, építünk egy tűzhelyet. Remélem nem volt ez egy rossz döntés. Csak nem. Tiszta Minecraft. Kemencézünk, meg minden. Hát igen, amúgy eredetileg ma Minecraftot akartam streamelni, de nem jött össze. Szia Giatti, Alio, 1000 meg egy éve nem láttalak. Mondjuk úgy csak könnyű, hogy a fater mindig mindenért mérges lesz. Az biztos, nem lehet egyszerűen ugye ennek a fiúnak. Hiányzik az anyukája, az apukája állandóan azt akarja, a testvérével legyen. Ami valahol érthető, de azért hosszú távon elég idegesítő a kislány. Hát na. És akkor valahova rakott egy... egy kis jelzést. Szerintem ide fogunk építkezni, ha lehet egy tippem. Blast Furnace, aha. Követ kellene hoznom, planket, meg iron ort. Amúgy ezt szerintem meg is tudjuk csinálni. Jól vagyok, köszönöm szépen a kérdést, igen, Jetty. Minden szuper. Még csak most tartunk a kemencénen, akkor ez még csak a tutorial. Hát lehet. Lehet.
Bár bízok benne, hogy azért nem a tutoriálnál tartunk. 6 óra alatt! Azért az egy kicsit kemény lenne, hogyha csak odáig sikerülne eljutni. No. Vágunk akkor itt fát, úgyis van most egy csomó logunk. Meg akkor hozok követ, meg fémet, és akkor hát, ha el tudjuk készíteni ezt a kemencét. Bár nem tudom, miért lesz nekem jobb, hogyha lesznek újabb eszközeink, de... Ezek is azért úgy eléggé kitartottak, nem éreztem azt, hogy most kellene nekem erősebb. Várja, nem itt kell, hanem itt kell. És akkor innen kellene remove item, iron-t kell kiszednem, a köveket kell kiszednem, meg mi volt még? Kőfém. Meg még volt valami szerintem, még 6 óra talán el fog kezdeni para lenni a játék, talán! Lehet egy 12 óra után úgy dönt, hogy... Na jó, most már megmutatom az ijesztő részét, kitartó voltál! Jó, megvan. Kész is a kemence. DDLC is egy romantikus vizuál novel. Az első végigjátszásig. tudom, tudom, Patrícia, persze. Szerencsére, hogy már magától átállnak ezek az eszközök. Már ennyi az idő, amúgy 9:30 van. Ez most meglepett, nem gondoltam volna. Jó, és hogy tudok iron ingotot készíteni. És ez jó nekem, amúgy, ha készítek iron ingotot? Csináljunk, miért ne? Na, fater! Készen van a kemence! Befejeztük. Jó, hogyha használod, akkor szükséged lesz fémre, és akkor ottból tudsz készíteni ingotot, hogyha azok megvannak, akkor pedig tudsz fémeszközöket készíteni. És ezekkel egyszerűbb lesz a munkánk? Igen, és valószínűleg elég sokáig ez le fog téged foglalni. Wuhú! Remélem nem hoztam ezzel egy rossz döntést. Lehet ezzel majd tudok csinálni... ott a híddal valamit? Fishing for fun. És el kell mennem horgászni. Aha! Itt az idő elmenni horgászni, remélhetőleg van ott egy új fajta hal, amit ki tudok fogni. Sose próbáltam még ki azt a pontot a tónál, apa azt mond, vagy a folyónál, apa azt mondta, hogy nincsen ott jó fajta hal, de azért meg szeretném nézni. Na nézzük csak meg! Szia, Zsani! Köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem most már hamarosan én is megyek, mert most így, hogy rájöttem, hogy már ennyi az idő. Azért én sem most keltem, meg az elmúlt napokban elég keveset aludtam. Na nézzük. Szóval itt akarunk pecázni. Ugye itt volt az a tábla. Itt hogy fogok itt horgászni? Innen? Még mindig mérges vagyok rád. Már mondtam, hogy sajnálom. Csak horgászunk itt. Apa nem azt mondta, hogy itt nincsenek nagy halak? Szeretném látni, hogy itt milyen fajta halak vannak. Kit érdekel, hogy nagy vagy kicsi? Nézd, ott van csak egy nagy árnyék a vízben. Tényleg? Akkor fogjuk ki és mutassuk meg apának. Hát mondjuk ezekből nekem túl sok nincsen. De ennyi volt. Jó, köszi. nem harap semmi. Az viszont baj, békát kellene fognunk, meg ilyeneket. Ilyen bogarakat. Keveset aludtam? Miért? Ez a vihar, ez érdekes. Azért aludtam keveset, mert... sokáig fönt voltam. És korán kellett kelnem ugye a mai napi rendezvény miatt, hogy odaérjek időbe. Mert már hamarabb ott kellett ugye, hogy legyek, mint ahogy kezdődött.
Érdekes ez a zene, nem? Ilyen vihar nem szokott lenni. De a tűz még legalább égott, az a kis tábortűz. Nem áldoztunk eleget az isteneknek, tuti azért esik az eső. Pater, nem mondasz semmit? Elmondod, hogy mit csinálunk ezekkel az almákkal? 30 darab alma kell, mert szeretném, hogy megtanuld azt, hogy milyen az, amikor előre kell tervezni. De akkor 30 darab almát gyűjtöttem csak úgy, ennek semmi értelme. Mit csinálunk majd ennyivel? Lesz olyan nap, amikor szükségünk lesz 30 darab almára. Lesz olyan idő, amikor nehezebben fogunk ételt találni. De az egész sziget tele van étellel, sose fogyunk ki belőle. Sose tudhatod, hogy mi fog történni a jövőben. Lehet, hogy beteg leszel, és aztán még nehezebb lesz ételt találnod. Érted már, hogy mit akarok ezzel mondani? Igen, készüljünk fel a legrosszabbra. Igen, ez egy nagyon jó dolog. És most megint valamit akarnak tőlünk az istenek, úgyhogy szerezzük be őket. Nem hiszem, hogy csak úgy gyűjtöttem 30 darab almát. Nekem tetszett, szerintem jó volt. Igen, igen. Mikor gyűjtöttünk amúgy 30 darab almát? Szerintem ez bebugolt. Átlag horgászás nem harap semmi a csalira. Hát ez szerencsétlen dolog. Az határozottan szerencsétlen dolog. És most megint ez a... nyugi zene szól. Hát, érdekes, érdekes. De még kint napfény van, úgyhogy nem tudunk aludni. Egyszer 5, aztán 10, aztán 15, aztán még 15, az 30. Ja, hogy úgy. Ó, oké. Nem adtam össze, azt hittem, hogy most megint azt akarja, hogy... még a 15 helyett még 30-at. Hát... Szóval nem sikerült halat kifognunk ott. Amúgy elkészítettük a... Bagnetet kellett, ugye? Krebnet. Magic. Iron pickaxe. Iron axe. Iron krebnet. Aha, ezeket már majd azért nehezebb lesz elkészíteni. Megpróbálok még rákot fogni, de szerintem úgy megint nem lesz ott a parton egy se. Egy se, úgy se. Nincs szerencsém ezekkel. Igen, kell még 30, eddig már összeszedtél 30-at, azt hiszem... Azt kérdezed, hogy hol szedtél össze 30-at, érted? Na, ja, oh. Akkor elbeszélünk egymás mellett, kezdem azt érezni. Halihó, szia-szia! Hát, ha lesz most itt rák. Legalább a kislánynak azt a küldetését még meg tudjuk csinálni. Aha, most látok rá esélyt. Most jó a vízállás. Itt is elég érdekesek a hangok. Nem bántásból. Ott a rák, ott a rák! Ne! Hova sétált most? Ne! Ott van, ott van. Jó, 2 darab és 5-öt kellene gyűjtenem, azt hiszem. Most amúgy hol vagyok? Itt már voltam? Szerintem erre amúgy még nem jártunk, nem? Ez mi ez? Koralzátony! Itt még tuti nem jártunk. Wow! De jó! Ezekkel amúgy nem lehet valamit kezdeni. Érdekesen néz ki, de... Igen, ez megcsípett. Jó lenne itt is egy ilyen gyors utazós pontot találni. Milyen kis trópusi helyre kerültünk.
Meg vagyok, Kira, köszönöm a kérdést. Próbálom a kislánynak összegyűjteni a sok-sok rákot, hogy tudjon enni. Meg tudjuk tanítani neki a főzést. Meg minden egyéb ilyesmit. Majd kiadta a fateres nekünk ilyen küldibe. Hogy mindent meg kell tanítanunk a kistesónknak. Mert ő semmit nem csinál amúgy. Tényleg nem is értem amúgy, ő mit tanított nekünk? Vagy ő úgy volt vele, hogy nekem átadta a tudást, és akkor innentől kezdve ez van. Itt is van egy ilyen fal. Ne ér hozzá! Lehet ez a fal véd meg minket a gonosz dolgoktól? Ezt a falat kellene nekem valahogy eltüntetnem? És most vajon hova fogok kiukadni? Mert erre nem tudok elmenni. Teljesen eltévedtem megint, hogy most itt nem találok gyors utazásos izét, bajban leszek. A híd túloldalán vagyunk. Mi? És amúgy ez nem tűnik fel a gyereknek? Valahogy a híd túloldalára kerültünk? Azt hittem, itt már lesz valami a híd túloldalán, hogyha ez itt le volt bontva. Várjál, ez micsoda? Ez valami furcsa dolog. Mi történt ezzel a szoborral? A teteje eltűnt. És semmi sincsen ráírva. Ez egyáltalán egy isteni szobor. Miért lenne itt csak egy nagy kő? Nem tudom. Lehet, hogy ez még mindig egy isteni szobor. Lehet, hogy valaki széttörte. Időt tudunk kérni. Kérünk estét. Megváltoztatták az istenek az időt. Viszont innen gyors utazni nem tudok. Jól van, Imu, igen. Megérintettem a falat. Hozzányúltam. Hú, ez mi? Parán nézett ki. Ne, hogy fogok hazajutni? Vajon ez honnan jött? Ne ér hozzá! Tehát, hogy ugyanazokat a szövegeket mondja, hiába fogdosom tovább. Sajnos. Nincs itt nálam valami, amit meg tudok enni. Legyenek, vegyük meg az almákat. Mit veszíthetek vele? Na és most hol vagyok itt? Hűha! Mondjuk, hogyha erre visszafele jövök, csak meg lesz. Itt is van egy ilyen isteni szobor. Vagy ez ugyanaz? Ja, ez ugyanaz. Én meg már itt elkezdtem örülni, hogy találtam még egyet, aminek nincsen teteje. Vagy ez nem ugyanaz, nem? Ez most... Az baj, nagyon rosszul tudok tájékozódni, ezt szerintem akik ismernek, tudják. Ez most ugyanaz a szobor volt, vagy nem ugyanaz a szobor volt? Jó kérdés. Szerintem nem ugyanaz volt. Csak ugyanúgy nem volt meg a teteje. Ugyanaz volt? Akkor ugyanaz volt, pedig már örültem, hogy találtam valami ugyan. De egy gyors utazásnak még jobban örültem volna. Na mindegy. Ez szerintem az a híd, ami hazavisz. Legalábbis remélem. Aha, ez az. Ezt a mólót építettük mi. És megint amúgy játszottunk
jó 2 órát, és semmi horror. Átvertek! Csúnyán átvertek! Tavasszal mennénk a barátnőm, már videós telivóra megkérdezett, így mutatja, hogy jár-e még a beígért kávé. Hát ezt neki kell tudnia. Nem tudom, hogy most nézi a streamet. Lehet, hogy tényleg direkt van, hogy ennyire későn adagolja a játék. Pedig látjátok, hogy azért haladok a küldikkel, meg csinálom a küldiket. Na, itt van az 5 rák. Nagyon-nagyon finom. Igen, örülök, hogy sikerült megfőzni. Szerinted lesz olyan, hogy kifogyunk a rákokból? Elég nagy az óceán, szerintem sose fogunk belőle kifogyni. Csak annyit kell csinálnunk, hogy meg kell várjuk a következő árapályt. És akkor lesznek rákok, amik visszajönnek. Remélhetőleg sose fogunk kifogyni belőlük. Nagyon-nagyon finomak, igen. Ennyi? Megnézem journal. Ja, eltűnt az a küldetés. Hús, kacok! Szerintem innen fogjuk akkor majd folytatni a következő alkalommal. Mert most egy kicsit így beleragadtam ebbe. Most horgászni kellene, de nem fogtunk semmit. Ahhoz kellene gyűjtögetni csalikat, hogy legyen azért valami esélyünk rá. Itt is gyűjtögetni kellene, vagy keresgélni szerintem. Úgyhogy igyekszem majd utána járni, megnézni, hogy ezeket hol találjuk meg, mert ezt a kulcsot nagyon régóta nem találtuk. Úgyhogy én most szerintem a mai napra elköszönök, én a holnapi nap szeretnék streamálni mindenféleképpen azt a Minecraftot, amit eredetileg akartam ma, úgyhogy várlak titeket sok-sok szeretettel, és hát akkor jó éjszakát kívánok! Jó van, skacok, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, halihó!